A környezetszennyezés káros hatásait bemutató filmek, interaktív foglalkozások és előadások várták az alap- és középiskolásokat az Ecotop Film Fesztiválon. A diákokat a szelektív személygyűjtésre tanították, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszaszorításáról hallhattak előadást. A rendezvény az emberek környezetvédelemhez való viszonyát szeretné megváltoztatni, ezért játékos formában próbálják a fiatalokat földünk és lakókörnyezetünk megóvására nevelni. Filmy, ktoré máte šancu vidieť, sú vlastne zo súťažného festivalu z Bratislavy a z Banskej Bystrice. Sú to všetko filmy z celého sveta ocenené medzinárodnou porotou. A filmy vždy doplňame takými zaujímavými diskusiami. Základné alebo stredné školy vnímajú na junior festival veľmi pozitívne, pretože je to niečo, čo často na školách chýba. Je to také, dá sa povedať, doplnkové vzdelávanie, ktoré dokážeme obsiahnuť cez tie filmy a zaujímavé diskusie. A rendezvény nem csak a diákoknak szólt, hanem a nagy közönségnek is. Az érdeklődők olyan dokumentumfilmeket láthattak, amelyeknek témája volt az egyre nagyobb gondot okozó növekvő ételhulladék mennyiség. Arról is láthattak filmet, hogy a felgyorsult divat milyen súlyos tehertételt jelent bolygónknak, továbbá, hogy milyen jövő vár városainkra urbanisztikai szempontból. A Vándorfesztivál dokumentumfilmjeit Szlovákia minden kerületi és járási városában levetítik.